Sziasztok! Kora reggel van, 8 óra, kinek korán, úgyhogy most találkozunk Fannival, és már itt is van Nak! Hello! Sziasztok! Hol aludtál? Hol nem? Nagyon nem. Két kislányom mindig mondtam, hogy az éjszaka, és ez most nagyon az volt. Nem baj, most így egy kicsit lazulunk, mert hova is megyünk? A Gyula Jorsóhoz megyünk vendégségbe, aki nem pedig nyitotta meg az OM, vagy OM-kuckóját, itt nem messze a parlamenttől és a Bécsi Városházától. De nagyon reméljük, hogy most el tud minket lazítani. Menjünk! Mi nem érünk rá. Ez milyen szép, csak mutassuk a mindenkinek. Nagyon szép. Menjünk. De visszafelé bejövünk. Na, értem. Józsefgasse 9. Akkor itt. Készül a teám. Ez nagyon fontos egyébként, tehát ezzel szoktam kezdeni, mert hogy én nem megszülettem, hanem engem a világra hoztak. Tehát hogy ez egy nagyon fontos különbség, hogy én nem tudtam magamtól megszületni, hanem engem ki kellett venni anyukám vasából. Tehát én császárszüléssel jöttem a világra. És ez azért fontos, mert ez a minta, ez nagyon-nagyon sokszor így ismétlődött az én életemben, hogy nem tudtam magamtól elérni dolgokat. Nem volt bennem meg az az erő, hogy én végigmásztak a szülőcsatornán, és kijussak egy olyan világba, amit nem ismerek, ami a változásnak a végén van, ami a halálomat jelenti, úgymond. És ezt a mintát nagyon sokáig vittem, tehát innen szoktam kezdeni a sztorit. És hogy jutottam ki Bécsbe, ez is ennek köszönhető igazándiból, mert nem én magamtól jöttem ki, hanem engem kihoztak. Tehát, hogy nekem van egy édesapám, aki úgy gondolta, hogy külföldön kell tovább tanulni, és ő megfogott, kivett a kis luxus életemből, volt egy lakásom otthon, volt egy autóm otthon, rengeteg zsebpénzem, és akkor így megfogott, kirakott, és kirakott, és ahogy nem akarod. Igen, is így tudtam használni. Tök sokat küldtek haza Budapestre, és így nagyon jól éreztem magam ebben az esetben. Sokáig voltál? Egy, másfél éve. Akkor utána hova kerültél? Svájci futószalagokat, vagy ilyen futószaggyártással kapcsolatos alkatrészeket gyártanak, meg forgalmaznak, és ott voltam először ilyen customer care-ben, tehát ilyen ügyfőszolgálatban.
csodálatos lányzó egy hónapig, aztán rájöttek, hogy hát most többet is tud, és akkor elkezdtem egy projektet csinálni. Bevezettek egy új vállalkozási rendelési rendszert, és akkor azt az adatmenedzsmentet, a különböző részlegekkel a kommunikációt, hogy minden legyen benne, amire szükségünk van, ezt vettem át, elmentem szülni. És úgy gondoltam, hogy nagyon akkor most mindent elkezdni szeretnék. és ez egy csodálatos időszak volt az életem. Maga a vállalóság, a felkészülés a Bellával, már a terhesség előtt, vagy terhesség időszakban a kommunikáció, az ő jelenléte hozta meg az én életemben igazából ezt a váltást, és elkezdtem sokkal tudatosabban élni. Hogy azt mondta, figyeltem arra, hogy mivel veszem körül magam, mit gondolok, hogy mivel töltöm meg a testemet, mit teszem, mit iszom, elkezdődött egy ilyen tudatosságváltás az életemben. A Kuckó az a Mártival egy közös projektünk, és ez a helyhez köthető. Tehát, hogy itt, amikor közös programokat csinálunk, a workshopok vagy a meditációk, akkor azt mi ketten csináljuk, az az Onkuckó, meg a hely az Onkuckó. Viszont a Mártinak is van egy külön specializálódási területe, vagyok én az iológus és access bars terapeuta, én pedig vagyok az üzleti tanácsadó, coach, családállító terapeuta, és meditációs, vagy workshop tréner, tanácsadó, annyi lévőt lehet még rakni, mindegy. Tehát, hogy én vagyok inkább ez az üzleti vonal. És visszatérve a kérdésed, hogy ilyen, hogyha van egy vállalkozásod, és úgy érzed, hogy elakadtál benne, akkor tudok neked benne segíteni, hogy felismerni, hogy annak az oka, hogy benne most van egy elakadás. Mert lehet, hogy kívülről látod ezt az elakadást, hogy mondjuk nem jön kliens, nincs elég pénzem, vagy a partner átutvert, és egy olyan helyzetbe kerültem, ahol tehetetlenek eszem van. Ezek ugye külső körülmények. De mindenhol azért ez belőled indul ki. Most segítek, hogy átlásd az egészet, hogy rájöjjél arra, hogy milyen részei vannak egyáltalán egy vállalkozásnak, ami neked fontos, ami neked kell. És ugye ez az üzleti tervezés, hogy mire kell gondolnom egyáltalán egy vállalkozó, hogy van a cégnevem, van a cégnek egy helye, egy helyszíne, van egy termékem, az egy kézzelfogható termék, vagy egy szolgáltatás, milyen branding van mögötte, mi az az üzenet, amit ugye szeretnék én átadni a klienseimnek, vagy a világnak, akit megszólítok, hogyan szólítom meg őket, milyen kommunikációs csatornákon, milyen marketingem erre, milyen költségeim vannak, milyen kiadásaim vannak, ezzel tisztába jönni. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok lépcsős dolog, amit így végig kell gondolni, mielőtt belekezdesz egy vállalkozásba. Mint business coach is segítek, támogatlak téged abban, hogy elérd a céljaidat, és hogyha van benned egy gátló, blokkoló, hitrendszer, viselkedés, mint a érzés, érzelem, gondolkodásmód, amit téged visszatart valamilyen szinten, attól, hogy tényleg önmagad lehessél, és kiteljesedj abban, amit te szívből a legjobban szeretnél csinálni, akkor azt meg egyszerűen meg tudjuk nézni egy állítással, hogy jó, fölállítjuk ezeket az elemeket, amik most szükségesek a te rendszeredben, a te vállalkozásodban, és nézzük meg, hogy hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. Vállalkozásom, egy helyfüggetlen életmód, amit tudok élni sok utazgatással. És ehhez most van egy rendszer, egy applikáció, amit most itt tesztelek, hogy hogyan lehet a család és a rendszerállítást online csinálni. Ugye ez van egy ilyen egyszerű applikáció, ami most így az iPad-en van rajta, illetve hát ezt egy honlapon belogolva is így meg lehet nyitni. És van egy ilyen virtuális tér, tudod választani így az objektumokat, hogy milyen, mivel szeretnél dolgozni. Hát van egy téma,
ugye általában van egy téma, amivel szeretnél dolgozni, és akkor megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk a térben lemodellezni. Uh-huh. Ez egy kicsit máshogy hat, tehát más szinten működik, mint mondjuk egy személyes találkozó, vagy egy egyéni állítás, vagy egy csoportos állítás, de ennek is nagyon-nagyon nagy felismerési lehetőségei vannak, tehát nagyon jól vissza tud adni olyan viselkedési mintákat, hitrendszereket, amik blokkolhatnak téged abban, hogy megold a helyzetet. Akkor ezt nem csak személyesen, hanem a biznisz világban is lehet ezt alkalmazni. Igen, hát is. Tehát, hogyha van egy cégem, igen, és valamit úgy látok, hogy nem működik, igen, akkor ezt simán bevethetem, és akkor segítesz benne, hogy valamit meglássunk, hogy mi az a blokk, ami nem megy. Aha. Most pont egy olyan céggel dolgozom együtt, akik ilyen marketing kampányokat csinálnak, uh-huh, ilyen online videó kurzusokat adnak el, és ott most azt csináljuk, hogy van egy ideális kliens, tehát egy avatar, egy persona, uh-huh, akit felállítunk, hogy tényleg az ő-e, hogy milyen tulajdonságai vannak, milyen karakterisztikája van, és hogy az az emberke tényleg bevonzódik-e arra a termékre, azon a csatornán, marketing kommunikációs csatornán keresztül, amit ugye ők kitaláltak maguknak. És ezeket nagyon jól le lehet tesztelni, meg lehet nézni, hogy látják egymást, tudnak egymással mit kezdeni. És milyen a visszacsatolás? Jó, eddig csak pozitív. Pozitív. Igen. Mert eleve, hogy ott vagy, az már gyógyít, és helyre rak egy csomó mindent. Köszönjük szépen! Jövünk! Azt tudti! Szép napot! Sziasztok! Sziasztok.